20 az ország különböző részéből érkező csapat vett részt a Diákolimpia győri labdarúgó döntőjében. A selejtezők során a győri adivárosi közoktatási főigazgatóság csapata és a székesfehérvári Vörös Marti általános iskola bizonyult a legjobbnak, így ők játszhattak az aranyéremért. A kékmezes vendégcsapat nagy fölénnyel kezdte a meccset, és a harmadik percben már vezetést is tudtak szerezni a fehérváriak. A 15 perces félidő hátralévő részében lüktető, jó iramú játék alakult ki, mindkét oldalon akadtak lehetőségek, a mezőny fölény azonban továbbra is a Vörös Martinak kedvezett. Újabb gól már nem esett a félidőben, így 1-0-ás eredménynél mehettek a csapatok a pihenőre. A fordulás után gyorsan újabb gólt szerzett a fehérvári alakulat. A szépen kijátszott akció végén a csatárnak már nem volt nehéz dolga. A folytatásban a vendégek nagyon szerették volna eldönteni a meccset, és több nagy helyzetet is kidolgoztak, azonban az előnyt nem sikerült tovább növelni. Az utolsó percekre visszajött a mérkőzésbe a fehérmezes csapat, és szép találattal visszahozta a győri reményeket. A mérkőzés vége egyértelműen jobban sikerült a hazaiaknak, az utolsó nagy lehetőség azonban kimaradt, így nem sikerült az egyenlítés, a meccs végén a Vörös Marti iskola diákjai ünnepelhettek. Kovács Béla, a hazaiak vezetőedzője azt mondja, sajnálja az elveszített döntőt, de büszke csapatára. Ilyenkor azt mondom, hogy egy csapatnál a döntő elvesztés után nagyon-nagyon síralmas a hangulat, így élték meg a gyerekek is, nagyon szerettek volna nyerni. Hazai pályán, Győrbe egy nagyon jó rendezés mellett, sajnos most nem sikerült. Úgy gondolom, egy pár hét múlva ez másképp fogják értékelni. A záró ünnepségen a csapatok oklevelet és érmeket vehettek át, valamint egyéni díjakat is átadtak a szervezők. A győri csapat legjobbjának Horváth Emilt látták a szakemberek.